Szervusztok, srácok! Egy új csillagkapu demo játékkal jelentkezem most. Készül 2021 tavasza óta már tudjuk, hogy készül ez a játék, és kiderült, 2023. december 12-én meg is fog jelenni ez a Desperados Commandos, vagy Shadow Tacticsra emlékeztető game. Jelj rajtorak-e sok sikert! Annyit érdemes tudni, hogy a sorozat 7. évada alatt játszódik, nagyjából 14 küldetés lesz, többek között olyasmi, hogy az Anubis flotta ellen kell csatázni, vagy Jaffa ellenállóknak kell segíteni Molok seregei ellen, mindegyik karakternek más és más képessége van, van aki a közelharcban, van aki a mesterlövészetben, az idegen felszerelésekben, esetleg drónokban jártas, és mindössze ezt egy 30 eurós összegért. Akik szeretik az ilyen jellegű gémeket, annak több mint valószínű, hogy ez egyébként adni fogja. Én el voltam a legutóbb a Shadow Tacticsszal, meg a Shadow Gambittel is, vagy nem is tudom már, hogy hívták az új játékukat, ami után amúgy be is zárt a stúdió. Szóval, hogy az amúgy jó volt. A beállítások egyébként így nagyjából maxon van minden. 1440p-be játszunk, megér billentyűzettel. Ti is ki tudjátok egyébként próbálni, ingyenes demo van. Azt mondja, hogy normál nehézségen fogunk játszani. Köszi szépen Anubis közben az 500-as csírt. Én nagyon oda voltam, srácok, a csillagkapuért. Láttam az új sorozatot is, a Universe-t is, az Atlantis-t is. A sima csillagkaput is, és a filmet is, úgyhogy nagy kedvenc volt. The war has come to Antarctica. SG-1, the principal team of Stargate Command, has descended beneath the ice, searching for technology left behind in the lost city of the ancients. Fearing defeat, Anubis, the dominant system lord of the Gua'uld Empire, has unleashed the full force of his fleet on Earth. Stargate Command sent fighter interceptors to combat the invasion. Among the wrecks of those shot down are two survivors, Colonel Eva McCain and Major Max Bolton. Together, they must find a way to stop the enemy forces gathering to attack SG-1. Eva az, aki nagyon jól bánik az automata fegyverekkel, a Max pedig a sniper. Ha minden igaz. Láttam bizony a csillagkapus filmeket is. Láttam azokat is. Szóval eljött a háború az Antarktikára. Az ősök elveszett városa. Nice. Itt már tudják, vagy itt jönnek rá arra, hogy van még egy csillagkapu a Földön. 2-3 évente újra szoktam nézni a csillagkapu egyet és az Atlantis a filmekkel együtt. Nice. Áldott legyen az orály. A Universe nekem is elsőre fura volt, de amúgy így, hogy így másodjára újra néztem Adrival, nem is volt rossz. Hú, ez hatalmas subtitle. Kilőttek egy álkest. McCain pedig eltaláltánk. Elszállt a motor. Magasságot veszít. Mindjárt állítunk amúgy a subtitle-en, mert hát nem tudom, ez ki látja. Éva szólt, hogy ide kéne jönni. You gonna give me a hand? Yeah. No, ma'am. Can you move? Are
you, okay? I'm alive. Is there anyone else here? No one that's breathing. What about SG-1? Have you heard anything? Yeah, over here. I'll show you. Na, úgy néz ki, hogy ő hallott valamit az SG-1-ről. See over there? Call warriors. They're trying to break through the ice. Isn't SG-1 down there? Ott lehet lent a CK-1. Gotta stop the cull. You know what could stop them? That cliff, if it fell down on top of them. That would require a lot of firepower. Nagy tűzerő kell ahhoz, hogy lezúgjon az a... Yeah, that might do it. Okay, let's try it. Jöjjön onnan, és megállítsa őket, gondolom én. Oh, have you got any weapons? Only my fists. Nincs fegyverük. Same. So, we'll have to find some. Szóval kell keresniük fegyvert. Let's get looking. Üdv mindenkinek, srácok, hali-hali. Na, most már itt vagyunk, úgyhogy tudunk állítani a felirat méretén. Én azt gondoltam, srácok, hogy a 100 az majd jó lesz. Mert hogy így, amikor ezt így állítottam, ez így állította a UI méretet is, és így nem értettem, hogy most akkor így, ez most nem a subtitle, és így hagytam a fenébe. Hát jó, akkor 120. Most akkor minden nagyobb lesz, nem csak a subtitle. Jó, hát így olyan érdekesen néz ki. Biztos arra gondoltak, hogy itt a játékosok csak 720p-vel fognak játszani ezzel a játékkal, vagy lehet, hogy csak 1080p-re van optimalizálva, nem tudom. Let's go. Készültem ugye egy tök jó csillagkapus játék, csak ott nem voltak meg a jogok, de érdemes ránéznetek az Exogate nevezetű gémre, az is azt hiszem amúgy idei. Nem tudom amúgy miért nem készült még jó kis csillagkapus gém. Szóval jobb klikkel mondom, hogy hova menjen, dupla jobb klik pedig az odafutás. Lehet interaktálni is. Shiftet kell nyomva tartani, vagy bal klik. A jó. Ja, hogy rá kell nyomni a use-ra, gondolom én. Shift, bal klik. Oké. Okay. És akkor most mire nyomjak? Most mi van? Back. Ja. No problem. Shift, bal klik. Aha. Szóval VHSD-vel lehet kamerát mozgatni, vagy a középső egérgomb nyomva tartásával. Q-val is az E-vel lehet kamerát forgatni, és lehet zoomolni a görgővel. Igen. Hogyha így felveszem a felirat nagyságát, akkor így beleklippelnek ezek a gombok itt közben. Bal alul vannak az embereink, igen. Z-vel és X-el lehet rotálni köztük. Vagy rájuk is lehet kattintani. Jó. És az F-el pedig közé, tehát akkor oda megy a kamera az adott emberkére. Jó. Üdvöd mindenkinek, srácok, hali-hali. Now you're talking. Meg lehet nézni, hogyha ránklikkelek valakire, hogy hova lát el. Jó. Hogyha googolunk a csíkozott részbe, akkor nem fog minket észrevenni. A fölül a last save számláló tényleg szükséges volt így oda? Szerintem nem értesz a játékfejlesztéshez, félre karcolom. Szerintem az lehet itt a probléma. Nagyon jó, amúgy most itt lemaradtam valamiről. Tehát azt mondta, hogy használhatom a googolást. Ja, space, oké.
Let's go. Kelshack! Azt mondta Kelshack. Oscar Mike. Gondolom most ott lehet elmenni. Here we go. Jó, ő csak oda néz. Oké, Évát is el kéne hozni. Really? Have returned. Szevasztok, srácok! Köszi szépen, Jeges, a 77 hónapost. Köszi szépen a 77 hónapja tartó támogatásodat. Srácok, tessék szépen megpergetni Jegesnek. Let's move. Eva le tudja stanolni a célpontjait a fizikálatakkal, a Gunstock Strike-kal. Nyomják meg egy egyest, aztán bal klikkeljek. Csak civileket vagy Jaffa harcosokat tudunk ezzel a támadással megütni. Na, mehet. Azt mondja, fizikál. Ugyanaz mindkettőnek ez a támadás. Right on it. Fú, nagyon fura a zoom. Fú, így... Nagyon furán zoomol be, így el... Hogy is mondjam? Rossz a szemnek ezt látni. Ahogy így közben így... Ilyen, így változik a kép. Nagyon, nagyon furi. We can't do that. Igen, igen, ez ilyen taktikai game. Commandos, Desperados-szerű, igen, igen. Now you're talking. Jó. Ő azt mondja, kérdőjel. No problem. It's funny seeing you here. That's one word for it. When was the last time we saw each other? Look, Bolton, we need to focus, okay? Koncentrálnunk kell. Amúgy ekkora okay. Max felirat. Ezt így még látjátok, srácok? We'll go. Kétszer ütötték le őket, de felsőtik benne, hogy körülnézzen. Hát ők még ilyen... Biztos, hogyha magasabbra teszem a nehézséget, akkor lehet, hogy hátra néznének. Ballet gazing, distract enemy. Na, elvileg tudunk dobni. Na, nézzük. De hova kéne dobnunk? Valószínűleg... Jújjúj! Got it! Valószínűleg... Jújjújjúj! Még jó, hogy legugoltunk. Szóval... Neki kéne dobni. You planning to pick up those casings, litter bug? Bite me. Hát ez nem csinál semmit. Látszódik a feliratok sem. Jó, akkor úgy néz ki, hogy nem oda kell dobni. Tessék. Right on it. Hát is tudunk futni. Roger. Ő is egy ellenséges. De neki nem volt érdekes, hogy dobálóztunk. Na szóval. Here we go. Azt mondja, hogy... Ja, ő nem tud dobni. Oké. What do you need? Got it. Aha. Yep. Oscar Mike. Eddig buták, vakok és süketek az ellenfele. Jó, tutoriálban biztos buták, de majd ha vége. Let's go. Na, van taktikai mód. És akkor ez a tervez meg, hogy ki mit csináljon, és egyszerre végrehajtják a feladatot. Na, gyere csak. Let's move. Szóval a taktikai mód 1-es. Ő oda fog sétálni, és ő is nyom egy ilyet.
neki. Tessék. Zöld, mert a karakterünk zöld, és sárga, mert az Éva sárga. R. T. Sure thing. De most, ja, ott van egy execute. Na és most fel tudjuk venni a puskát. Seems functional. It'll do. És Max Boltonnak is kell keresni fegyvert. Na várjál. Most akkor tényleg az van, hogy elloptuk a fegyvert, és ők fölkelnek? Akkor jó. Now you're talking. Jó. What do you need? Jó. És hogyha nyomok egy mentést, most már eltűnt onnan a számláló. Let's go, piu piu. Na várjál. Azt mondja, hogy submachine gun. Igazából el lehetne lopakodni úgy, hogy nem vesznek minket észre, és akkor ott lehet egy fegyvert szerezni. Szerintetek mennyire gáz, hogyha mondjuk észrevesznek minket? Right on it. Got it. Surrender now. Affirmative. What was that? Aha. Quick Chaves. Jó. Roger. Na. Got it. Tehát. Na basszus, pont most jön. Nem baj, mondjuk oda tudunk szaladni. Nincs itt semmi látni való. Nagyon jó. Right on it. Jó. Oké. Hát ez gyönyörű volt. Na. No problem. No problem. Let's move. Jó. Google lá. Here we go. Ja. Nagyon jó. Sure thing. Ja, jó. Ja, jó. Szóval visszajöttünk, de teljesen felesleges volt. Jó, hát én azt gondoltam, hogy ott majd át lehet sétálni, de akkor nem. Mondjuk nem is véletlen, hiszen ott van egy kérdőjel. Na mindegy. Wilco. Oscar Mike. Let's go. Got it. Na srácok, majd most. Na, jön vissza a csávó, leütjük. Easy. Hát eddig olyan easy ez a game. Én nem tudom, mire gondoltak, srácok. Let's move. Got an idea? No problem. No, ez ilyen kommandos, csillagkapu kommandos. Here we go. Na, hát itt azt mondja nekünk, hogy tudunk egyszerre több enemit is megtámadni Évával, azzal, hogy piu-piúzik az SMG-vel. Nincs csillagkapus zenehang. Mert nincs csillagkapus zene a háttérben. Szerintem nem láttátok azt a csillagkaput, amiben ez a zene szólt. Azt mondja, hogy ez little skill, ma az SMG meg tudja ölni a Jaffa civileket és a Jaffa harcosokat is. Na. És akkor ezt nem fogják meghallani? Roger. Nem, hogy néz ki, nem. És nem is lesz gyanús neki?
Szerintetek? Let's move. Right on. Ez egy gyanúsnak gyanús lett neki. Shoot. Sure thing. Oda ment kiló, biztos csak megnézte, így kinézte meg, hogy így. We're armed and ready. Let's go. Ti nem így szoktátok megnézni, mi van a másikkal? Emlékszem arra a részre, amikor a Jaffákat tanítják, hogy előbb céloz, aztán lőj. Now you're talking. Na most, most oda kell mennünk. Awaiting orders. Ez mi lehet? Building and sniping. Szóval vakító dárcot tudunk lőni, igen, de tudunk ölni is. Mhm. Mhm. Jó. What is this tech they're looking for anyway? Szóval it's some kind of a liter skillből hetet tudunk használni. Mi a fene? But didn't you listen to the briefing? Yeah, of course. Well, no. You know, I got the key points. Let's go. You really haven't changed at all. Neki gyanús lett a dolog. De ennyi volt. Valószínűleg amúgy őt nem kellett volna lelőni. Nyílik a nyílik a csillagkapu, tilt tilt tilt. Hajlik a féregjárat, tilt tilt tilt. A babámba bemászott a golyul, azóta már leigázta a falut. Bár lehoztam neki a csillagkaput, de tilt tilt tilt. Guld, guld, azt mondta. Köszi szépen az 500-as party pénzt, tetszett ez a mondóká. Jújjúj, azt mondta Kelsák. Kelsák, srácok. Kelsák ennek a hullának, azt mondta a Jaffa. Na nézzük. Aha. Na végre. Jaffa, Kree. Amúgy nyomom az F5-öt, de nem történik semmi, hát most hogy, mit kéne? Erősebben kell megnyomni az F5-öt? Ja. Ja. Nem tudunk menteni, mert az ellenség éppen keres. Ja. Mi lesz? És mi fog történni? Amúgy olyan, mintha túl lenne vezérelve a zene, nem? Befostam. Mi történt? Épp a zenét hallgattam. Ja, és akkor ezt nem tudjuk elmenteni? Tessék. úgy lesz nokkos az emberünk, srácok, nem tudom, látszódott-e a kamera miatt, valószínűleg nem, hogy, hogy legugol. Fuhuhuhu. Jaj, srácok. Ez egy olyan játéknak tűnik, amiről szerintem Freddy D. szívesen csinálna a videót. De hát ugye még hol tartunk? Tehát, hogy... Oscar Mike. Haló? Na. Nem, nem, ezt nem hagyjuk abba, srácok. Hát van benne potenciál, nem? Na majd most figyelj. Figyelj. Mi? Most ez mi volt? Most ez mi volt? Gyere, leboxollak.
go. Júj, de hát nem azt akartam. No problem. Old faithful. All right, we're armed and ready. Let's go. What is this? Egy HP, nem baj, nyomunk egy quicksave-et. Some kind of weapon left by the ancients. The kind that decides who wins the war. But didn't you listen to the briefing? No. Yeah, of course. Well, you know, I got the key points. You really haven't changed at all. Fú, de rossz a hang. Borzalmas a hang. Here we go. Ez eddig is ilyen volt, csak nem vettem észre. Affirmative. Got an idea? Lehet ki kéne kapcsolni a zenét. Na tehát olyat tudunk csinálni, hogy odadopakodunk, azt leütjük, amúgy meg azt is amúgy el lehetne dárcozni. Na. Figyelj csak. Nézd, ott egy coin. Júj, de érdekes coin. Semmi nem történt, ez jó. Pillanat, srácok. Nyomunk egy mentést. Nem tudunk menteni, mert az ellenség keres minket. És akkor ennek lesz valamikor vége? Jó, srácok, akkor ez egy mentés nélküli végigjátszás, jó? Roger. Go. Got it. Sure thing. I'm listening. Nem lehet menteni. We'll go. Na, ki kell figyelnünk, hogy ki és merre fog menni. Innentől már hardcode mód. Tekmate red, így van, Tekmate. Tekmate, igen. Azt mondja, na erre a game-re kíváncsi vagyok. Fú, hát... Édes Isten, rossz helyre dobtam el. Szóval, hogy... Nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Na majd most srácok, hopp. Szóval ott van egy olyan valami, amit el kéne olvassunk. Gyorsabban menj már oda. Super soldier-ök ellenállnak a normális fegyvereknek és a támadásoknak. Jó. Ja, most vissza kell jönnünk, mert ott valaki közben mozog. Na, majd most srácok. Most mi? Yes. Let's move. Now you're talking. Oscar Mike. Got it. Let's hear it. Oh, basszus! Fire. Affirmative. Roger. Need something? Sure thing. Share not great. What? Az mi volt? Az mi volt ott?
Jól láttam, hogy emberünk átfutott a másikon. Na várjál, akkor nem is kell itt kábítani. Várjál csak. Ez így. Igen. Azt úgy odadobjuk. Gyere. Srácok. Shoot. Jó, ezt meg kell csinálni még egyszer. Ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. De miért kell? Miért kell ilyen csillagkapu játékot csinálni? Hát ez nagyon gagyi. Roger. Most azt nem mondjátok, hogy ez jó. Hon? Ó, van, köszi szépen a 22 hónapost. Köszi. Lehet olcsó volt a licensz. Hát az Exogate mégse fizette ki a licenszt. Az amúgy jobbnak tűnik, mint ez. Let's move. Here we go. Go ahead. We'll go. Old faithful. All right, we're armed and ready. Let's go. What is this? Megint nem tudunk menteni. It's some kind of weapon left by the ancients. The kind that decides who wins the war. But didn't you listen to the briefing? Yeah, of course. Well, you know, I got the key points. You really have a chance. Akkor őt is meg kell ölni, srácok. Let's move. Right on it. Gyere. Na, most már tudunk menteni. Igen, nem az a van a gond, hogy ez a Stargate, hanem hogy ez nem játék. De hát ez játék, srácok. Let's hear it. Let's go. Na. Mondom, mi lesz a terv. No problem. Nekem bejött a demo tegnap. Sure thing. Go ahead. Roger. Gyere. Na. We'll go. What was that? Nagyon jó, eddig nagyokat megyünk. Oscar Mike. Here we go. Na, mondom a taxot. Mondom a taxot, figyeltek. Now you're talking. Na, mi van? Enemies are searching. Let's hear it. Hülye vagy. Hogy searchelnének? Aha, neki is gyanús. Az gond, az mondjuk gond. Jó, már nem gyanús, tudunk menteni. Na, akkor itt bevetjük azt a taxot, amit már alkalmaztunk az előbb. Affirmative. Tessék, megkapod a coint. Isten, nem oda akartam. Let's move. Jó. Shoot. No problem. What else you got? Édes Istenem, hát benne van a földbe, azt nem tudom meglőni. No chance. I'm listening. Beleesett a textúrába. Most meg search. Na várjál. Jó, na, tessék. Mi van? Hülye. Now you're talking. Ja, a normál fegyvernek, tehát hogy
Tehát, hogy őt nem tudjuk megölni. Úgyhogy reménykedünk abba, hogy a csávó, aki itt jön, az majd oda bejön. Szia, vedd már észre a hullát. Jó, hogyha nem veszi észre, akkor megfogjuk, azt oda tesszük. Nem vette észre. Na gyere. Tessék. Csak bele ne essen a... Na. Kibételjük. Amúgy az lehet a gond, hogy nem használjuk a taktikai módot. Az hogy átsétált a tűzön? Na, ott van Kelsák, Kelsák, nagyon jó. Oscar Mike. Nagyon jó. Na nézzük, mit, ja, itt ott írták, hogy azok erős harcosok. Roger. Ez mit csinált? Adott lőszert? Nem figyeltem. Na jól van. No problem. Volt benne két lőszer. Ezt írta valahol, hogy két lőszert adott, vagy onnan néztétek, hogy ott amúgy egy volt eddig. Szóval disruptor, cool disruptor. Ez mit csinál? Ó, oh, most gyorsan. Here we go. Go ahead. Got it. Jó, ez béna volt. Let's go. Right on it. De hogy? Hogy? Hát ott van rajta a kör, az meg azt jelenti, hogy meghal. Let's move. Shoot. Let's go. We'll go. Na hát ott vannak. Biztos nem oda megyünk. Aha. Fúha, hát ott hogy is kéne túljutni? Várjál, hát ott is el lehet menni. Valójában azt akart a játék, hogy arra menjünk. Jújjúj, kukaj mele. Na, szóval itt az volt a feladat, hogy erre menjünk. Aha, és úgy, hogy azokat ne vegyenek minket észre. Hát ez úgy néz ki, hogy menni fog. Now you're talking. Ez a rész csak itt dísznek van, srácok. No problem. What is it? Bocsánat, lejjebb vettem nagyon a hangot. Most már jó lesz. Right on it. Jézus, ezt a pályát végig kéne nyomni. Na, itt van valami, az ott valami. Get to the enemy ship and use its cannon to topple the cliff. Aha. Szóval oda kell eljutnunk. Nem probléma. Srácok, az nem probléma. Roger. Na nézzük, mit írnak itt. Ha még csak most írnak a cool disruptorra le, akkor hogy kellett volna ott átmennünk egyébként? Ó, szóval, hogyha kétszer lősz disruptorral, akkor megölöd. Drop a coin to your... Ja, hogy ez a Witcher-es.
Értelek. Let's hear it. Na jó, de tehát ez ingyenes. Tehát akkor nyomok egy T-t, nyomok egy 4-est, meg azzal is nyomok egy 4-est, és akkor ez így most nagyon jó. You gotta know coal switch, right? Right on it. Clever. És el is tudunk szaladni itt amúgy? Őket nem érdekli. No problem. Affirmative. Visa and Camo. Tehát lehet csalni. Tehát lehet fütyülészni. Tehát akkor nem is kell hullával bétálni, mert lehet fütyülészni. És jól hátba lőhetjük, aha. Got an idea? Ja, a Camót nem néztük meg, hogy ez mit csinál. Tehát amíg egy helyben van, addig nem vehetik észre. Oké. Na hát akkor mehet egy mentés. Fütyűrészni megszel lehet. Jó. Tehát akkor füty. Now you're talking. Yes? Yes? Got it! Do not move! Let's go. We'll go. What do you need? Let's move. Affirmative. Sure thing. I'm sure not creep. Got it. Let's hear it. No problem. Right on it. Hey. What do you need? Hú. Azért jöttek, hogy a Taurival harcoljanak. Szóval valahogy az ő figyelmüket is majd el kell terelni. Arra néz, ő pedig arra. Ő pedig ott mocorog. Aha. Roger. Jó, tehát hogyha ő... Tehát... Amúgy fütyűrésznél is lehetne, csak az a gond, hogy vele még mindig nem tudunk semmit se csinálni. Let's move. Aha, az gond, az gond. Affirmative. Hát valahogy... Roger. Na, az lesz a jó. Got it. Basszus, hát oda meg nem tudunk futni. Sure, not good. Jó. Hát akkor valószínűleg erre kéne futni. Opsa. Na figyeljetek. Right on it. Epikus tax. Halt! Ez most nem Spendor. Az volt. Na gyorsabban kell csinálni. Gyorsan eldobjuk. Let's go. Roger. De ő miért mozdultat meg? Miért mozdult meg? Pedig világbajnok taktika. Na figyeljetek, majd most. Megvárjuk a jobb oldalit. We'll go. Édes Isten. Édes Istenem.
Affirmative. What was that? Az nem jó. Tehát úgy néz ki, hogy ő ott bemozdul. Tehát gyorsabban kell szaladni. Ebből nekem ez a tanulság. Tuti, hogy ez lesz a nyerő takt, srácok. Az a gond, hogy megüti a karakterem, miközben oda megyünk. Tehát azért mozdul amúgy meg, most már látom. És hogyha más úton megyünk oda, Roger. Ja, az a gond. Konkrétan neki megyünk, oké. Okay. Na. Szóval ott vannak hárman. Akkor fütty. Right. Én azt mondom, a fütty lesz a jó tax. Tehát fütty. Úgy fütyülünk, hogy mondjuk onnan. No. Mi? Here we go. Let's go. Jó, akkor úgy néz ki, hogy távolabbról kell fütyülni. Na, akkor viszont te ide jössz. Ide kell őket csalni. Oscar Mike. Akkor itt fogunk fütyülni. Mondjuk így. Hatos. Now you're talking. Gyere. Let's go. Most mi van? Már a Jaffa harcosokat se lehet megölni? Try again. Most mi van? Most mi van? Na. Here we go. Na most már amúgy menni fog szerintem a tax. Az ultimate tax. What is it? Affirmative. Aha, ez csillagkapus játék. Excuse me? Na. Let's move. Na. Ott is van. Hát ide semmi értelme amúgy menni, azon kívül, hogy ott vannak ellenségek. Got an idea? Megnézzük, hogy a csóka, hogyha elmegy, akkor tudunk-e jönni. Most hirtelen, na végre. If we've got a really powerful weapon, then Anubis is right where we want him. His whole fleet is here. Only if we can find and control the tech. If we lose this battle, we might have a new god come morning. Nothing dampens your rosy outlook. Ooh, bastos. Oscar Mike. Ja, hogy ott van még egy. Sure thing. Basszus. Jó, hát akkor fütyűrészünk, ismét csak. Na, ahhoz, hogy őt elcsaljuk, onnan kéne fütyülni. No problem. What was that? Mm.
powerful weapon, then Anubis is right where we want him. His whole fleet is here. Only if we can find and control the tech. If we lose this battle, we might have a new god coming. Nothing dampens your rosy outlook. Érdekes a fütyülés, mint olyan, azt hallják, de a lövéseket nem. Azt is hallják, hogyha bizonyos range-en belül vagyunk, szerintem. Jó, basszus. Powerful weapon, then Anubis is right where we want him. His whole fleet is here. Only if we can find and control the tech. If we lose this battle, we might have a new god coming. Nothing dampens your rosy outlook. No. Az volt a probléma, hogy rossz helyen állt a csaj. Powerful weapon, then Anubis is right where we want him. His whole fleet is here. Eskü. Only if we can find and control the tech. If we lose this battle, we might have a new god. Túl közel álltunk. Powerful weapon, then Anubis is right where we want him. His whole fleet is here. Only if we can find and control the tech. If we lose this battle, we might have a new god come on. Nothing dampens your rosy outlook. Bocsánat, csak most csatlakoztam be, ez már megjelent, ez a demo. Ez a demoja a game-nek. Bárki által kipróbálható Steam-en. Azt nézem, hogy... igen, itt el lehetne sunyulni. És akkor ott meg tudom fogni. Látszólag az járható. Aha, ja. Oké, akkor csak annyi, hogy ott... hogy ott el kell jutni. De sanszos, hogy fölfele könnyebb? Én nem tudom, mennyire kéne. Hát Elszán, köszi szépen a 28 hónapot, és szín nagyon szépen köszönöm neked is a fél évet. Gratula az újabb badge-edhez. Köszi a támogatásaitokat, srácok. Na. Megvárjuk, hogy ő ott elmenjen innen. És akkor megnézzük, hogy a fütty az hogy működne. Hát a szívás. Várjál csak. Aha, ott nem lehet elmenni úgy. Hát igen. Jó, akkor őt meg fogjuk vakítani. Here we go. Go ahead. Now you're talking. Got it. A problémás itt az, hogy jó, ott járőrözik. Nope, no chance. Ujj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 j
Most tudtunk volna. Bár igazából is lőhetjük. Mert hogy nem veszi észre. Szóval az is egy opciója lehet. Ja, de várjál, ott van, ketten is vannak. Igen, az gond. Az gond. De még mindig csináltunk olyat, hogy oda megyünk SMG-vel, azt úgy puffantjuk le. Roger. Szia. Hát igen, csak itt jobban kéne célozni. Let's move. De azt hogy? Got it.
Richard! Szorít minket az idő. Na, most jó. Vóka. Right on it. Sure thing. Vóka. Na, elvileg most csak meg kell érintenünk ezt a valamit, és akkor jó. Jújjúj. Need something? Jó, hát őt megöljük. What was that? Here we go. Nem is onnan jöttünk. Cover me. Roger. Okay, come on. Jafar. I think I've got it. Cover your ears. I want to hear this. Let her rip. Go team. Hopefully that'll buy SG1 some time. Let's move out. Reméljük, hogy nyertünk a csíkánynak egy kis időt. Ne hagyd ki a lehetőséget és kezdj bele. Season 1, part 1. Hát úgy volt 22 perc, hogy a mentések visszatöltésével. Ugye? Hogy őszinte legyek, srácok. Én valahogy jobban el tudnék képzelni egy olyan jellegű játékot, mint egy Detroit Became Human csillagkapusként, vagy valami mást, de szerintem ez a stílus nem áll neki jól. Vagy legalábbis ebben a formában ez így nem. Ez nem. Tehát, hogy ez nem. Ez olyan, mintha összefogna pár fejlesztő haver, akiknek éppen van pénze megvenni a csillagkapus jogokat, és azt mondják, hogy csillagkapus jogok, dobjunk ki valami. Hát úgy hallottuk, hogy pont bezárt a Shadow Tactics-os stúdió az ilyen taktikai játékok miatt. Mi lenne, hogyha mi megpróbálnánk ezt, és akkor majd most nagyon jó lesz. Hát nem tudom. Ez szomorú. Nem próbáltam ugyan, de bátran tudom nektek ajánlani helyette inkább az Exogate-et. Exogate. Na ez csillagkapus. Csak hát ugye nem csillagkapu, mert hogy Exogate, mert hogy nem vették meg. Ők nem vették meg a jogokat. De azt írják, hogy többnyire pozitív. Szóval, hogy ez ilyesmi. Ilyen menedzselős móka. Nem próbáltam, de ez érdekesebbnek tűnik. És amúgy ez olcsóbb is 7 euróval. Szóval, hát ez nem. Timekeepers, ez nem. Nem. Ez 29 eurós game. Elő lehet rendelni. És akkor mehet december 12-től, de ez big no. Big no. Ja, nekem az mindegy, hogy melyik fejlesztő csapat milyen stílusokban dolgozik.
Én csak azt mondom, hogy szerintem egy Detroitos csillagkapu az biztos, hogy nagyot mehetne. Hát ennyit erről, srácok, megnéztük, hogy milyen ez a demo. Nem tudom. Tehát amit ti is mondtatok, abszolút nem volt csillagkapu feelingje, most azon kívül, hogy olyan ruhákban voltak a karakterek, nem volt csillagkapu feelingje, azon kívül, amiket beszéltek, tehát hogy ahogy néztek és ahogy amit beszéltek, nem volt meg. Nem jött belőlem elő az, hogy én most itt nosztalgia, meg ilyenek. Az S1 P1 lesz 29, vagy abban több szezon is lesz? Ez egy nagyon jó kérdés. Stargate. Én nem vágom amúgy, mi van a Stargate online-nal. Hát erről nem írnak semmit. Valószínűleg amúgy úgy van, azt mondták, hogy két részletben jelenik meg. Tehát nagy valószínűséggel úgy van, hogy a szezon 1 part 1 az 7 küldetést fog tartalmazni. Mert ugye azt mondják, hogy 14 küldi lesz. A part 2 az meg még 7 küldetést. De hát erről nincsen információ, csak az, hogy milyen karakterek vannak. Hát ez van, srácok. Remélem, hogy azért tudtam segíteni azzal a kapcsolatban, hogy felhívtam rá a figyelmet, hogy ilyen van, és hogyha tetszett, akkor tudjátok majd nyomni. Most már tudjátok, hogy mi a véleményem erről a demo alapján a játékról. Nekem nem adtam. DLDR.